Sziasztok! Köszöntelek titeket újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsi csatornáról. Ebben a videóban az összesítőt fogjátok látni, hogy hogyan is alakultak a nyerők és nem nyerők aránya. A 28 darab sorsjegyből hány darab nyerő sorsjegyünk lett, illetve hány darab nem nyerő, illetve kihirdetjük a nyerteseket is, hiszen két darab csatornajátékot is indítottunk, egy tippelős játékot, illetve egy feliratkozós, kommentelős, lájkolós nyereményjátékot is indítottunk, és ezeknek a játékoknak is ki fogjuk hirdetni a nyerteseit. Ezt fogjátok látni ebben a mai videóban. Minden kedves nézőnek jó szórakozást kívánunk a videóhoz! Tehát elsőnek megmutatom nektek a nem nyerő sorsjegyeket, méghozzá összességében 16 darab nem nyerő sorsjegyünk volt a 28 darabból, ami szerintem kicsit rossz, de reméljük, hogy a következőben tudunk nektek jobb eredményt is produkálni. Viszont hamarosan mutatni fogjuk nektek, hogy hogyan is alakultak a nyerők. Tartsatok velünk! Tehát mutatom nektek ebből a hatalmas kötegből 16 darab nem nyerő sorsjegy volt, méghozzá a Milliómos Klub, az Ökokaland Extra, az Ajándék Sok Szeretettel, a Havi Bónusz, a Biliárd, a Nagy Meglepetés, a Nagykerék sorsjegy, a Puskás Ezres, a Fáraó Kincse, a Super Blackjack, a Kis Meglepetés, a Super Bankó, a Puskás 500-as sem volt nyerő, a Kiskerék sem, a nyomkövető sorsjegy sem, illetve az asztró sorsjegy sem volt nyerő sajnos. Tehát ez a nem nyerő kupac, 16 darab, ami szerintem kicsit sok, de reméljük, hogy a következő részben tudunk nektek ennél kevesebb nem nyerő sorsjegyet mutatni. Hamarosan mutatjuk, hogy hogyan is alakultak a nyerők száma, illetve a nyeremények, hogy mennyi is jött be ebből a temérdek mennyiségű sorsjegyből. Tehát tartsatok velünk, hamarosan jövünk az összesítésre, hogy hogyan is végződött ez a kis sorsjegymix sorozatunk. A minden sorsjegyből kérek egyet széria. Tehát a Buxa sorsjegy hozott egy 9000 forintos nyereményt, ami egy nagyon szuper nyeremény. A Casino hozott egy 2000 forintos alapnyereményt. A Nyeremény Özön adott egy 1000 forintos alapnyereményt. A Szalonnal sikerült egy 5000 forintos nyereményt elérni. Az Óriási Meglepetés hozott egy 2000-est, egy alapnyereményt, illetve a Dart sorsjegy is adott egy 2500-as nyereményt. Az Ajándék Gratulálunk sorsjegy adott egy 2500-as nyereményt szintén. Az Ajándék Sok Boldogságot sorsjeggyel sikerült szintén 2500-at nyerni. A Neon 2000-essel szintén sikerült egy 2000-es alapnyereményt elérni. Az Óriási Kerék is adott egy 2000-est. A Blackjack sorsjeggyel egy 500-as nyereményt sikerült elérni, és a Vodjúi sorsjegymániával pedig egy 8000 forintos nyereményt sikerült elérni, ami egy nagyon szuper nyeremény, egy 5000 forintos sorsjegyhez képest. És most következzen az összesítés. A sorsjegyekre elköltött összeg az 39.900 forint, és most kapaszkodjatok meg, 40.000 forintot sikerült a sorsjegyekkel nyerni, vagyis így összességében 100 forint plusszal zártuk ezt a sorsjegy mix kaparós sorozatunkat. Hát ez eléggé karcsú plusz, de ez is plusz, és becsülni kell a kicsit is, hiszen aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, és a 100 forintnak is örülni kell, még akkor is, hogyha nem is olyan nagy plusz, de akkor is plusz. Tippelős játékot indítottunk a sorozatunk legelején, és a tippelős játékunknak a nyereménye, ez a Gigászi Rózsamaci, amelyet egy szerencsés nyertesnek fogunk odaajándékozni. És képzeljétek el, hogy már rögtön az első videóban, a videó alatt az egyik kedves követőnk, illetve feliratkozónk
eltalálta a pontos végösszeget, hogy mennyi lesz ennek a temérdek mennyiségű sorsjegynek, miután lekaportuk. Hát nem tudom elgondolni, hogy hogy csinálta, de nagyon nagy szerencséje volt, hiszen elsőre megtippelte, hogy mennyi lesz a pontos végösszeg ennek a temérdek mennyiségű sorsjegynek, méghozzá Dezső Baksa találta el. A hatalmas mázlia volt, hiszen nagyon nem lehetett tudni, hogy mennyi fog bejönni ebből a temérdek mennyiségű sorsjegyből, de lehet, sőt biztos is, hogy a kedves nézőnknek emberfeletti képességei vannak, hogy már az első részben, rögtön az első videóban eltalálta a pontos végösszeget, hiszen, mint láthattátok az első videót, nagyon rosszul kezdtünk, nullával szinte, két sorsjegyből semmi nem jött, és már ő az első videóban eltalálta a 40 ezer forintos pontos végösszeget. Hatalmas szerencséje volt a kedves nézőnknek, hogy így ráérzett a pontos végösszegre. Kérlek téged, Baksa Dezső, hogy a videó alatt, ez alatt a videó alatt kommentben írd meg nekünk, hogy kéred a nyereményed, vagy nem kéred. Erre 15 napod lesz, hogy jelentkezz a nyereményedért, és mi pedig elküldjük neked a megadott címedre a nyereményt. A személyiségi jogokra való tekintettel a videó alá ne írd be a pontos címedet, azt privát üzenetben küld el nekünk, hogy csak is mi láthassuk a címedet, és hogy el tudjuk küldeni az ajándékodat. Indítottunk egy második játékot is, hiszen imádjátok a csatornajátékokat, és azt kértük tőletek, hogy kommenteljetek, lájkoljatok, illetve iratkozzatok fel a Giga Virág Szerencsi csatornánkra, ebben is segítve a mi munkánkat, és 331 darab komment volt a short videók alatt, a normál videók alatt pedig 277, ami azt eredményezte, hogy 608 darab komment jött a videók alatt, vagyis ez egy rekordmennyiségű komment, és nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ennyien szeretitek, amit készítünk videókat, és a sok pozitív visszajelzést is nagyon köszönjük nektek. Tehát sorsoltunk, de tudhatjátok, hogy a YouTube-nak van egy általános szerződési feltétele, amelyet be kell tartani minden egyes alkotónak, így nekünk is, és a sorsolást nem tehetjük közzé videóban, hiszen azt nem nézi jó szemben a YouTube, ezért most nézzétek el nekünk, hogy most így fogjuk kihirdetni a nyertest, hogy nem sorsoló programmal fogjuk a nyertest kisorsolni, hanem mi fogjuk bemondani nektek videóban, ezért még egyszer elnézést kérünk tőletek, hogy ezt most így tudjuk nektek prezentálni, és a közeljövőben is így láthatjátok tőlünk a sorsolásokat, hiszen a YouTube általános szerződési feltételei nem teszik lehetővé azt, hogy a program által hajtsuk végre a sorsolást. Sokan láthattátok már, hogy nem mutathattuk a sorsolásnak a menetét, és rengeteg videónkat törölni kellett a sorsolás bemutatása véget, hiszen ezek nem teszik lehető, nem lehet bemutatni a csatornán a sorsolásnak a menetét, és ezen túl ezért nem fogjátok látni tőlünk a sorsolásnak a menetét. Egy szónak itt 100 a vége, a kommentek közül, a 608 darab komment közül egy szerencsés nyertest hirdettünk ki, méghozzá a nyertes nem más, mint Szűcs Tamás nyereménye. Ez az 1000 forintos buksza, amely a 6-os pakból a 016-os sorszámot viseli, és nagyon sok szerencsét kívánunk ehhez a sorsjegyhez, kívánunk neked rajta szép nagy nyereményt, és kérlek írd meg nekünk, hogy mennyit sikerült nyerni a buksza sorsjeggyel, és nagyon-nagyon drukkolunk, hogy valami szép nagy nyereményt rejtsen számodra ez a sorsjegy, és minden kedves követőnknek sok szerencsét és szép nyereményeket kívánunk a sorsjegyeken. Első feladatot, Tamás, az, hogy írd meg ez alá a videó alá, hogy kéred a nyereményed, vagy nem kéred, és amennyiben kéred a nyereményed, privát üzenetben vedd fel velünk a kapcsolatot, és küld el nekünk a címedet, hogy el tudjuk neked postázni a sorsjegyet, és el tudjuk hozzád juttatni. A Giga Virág Szerencse csatorna
két nyertese a csatornajátéknak, Baksa Dezső és Szűcs Tamás. Még egyszer nagyon gratulálunk a nyerteseinknek, mind a sorsjegyhez, illetve a Giga Rózsa Macihoz, és okozzon nagy örömöt ez a Giga Rózsa Maci a kedves nézőnknek, hiszen ez szívvel, lélekkel készült, a mi saját két kezünk által, tehát szívünket, lelkünket beletettük ebbe a csodába, és kívánom, hogy nagyon sok örömet okozzon a kedves nézőnknek, követőnknek ez a csodálatos ajándék. Köszönöm szépen a rengeteg kommentet, amelyet a videók alatt tettetek, és folyamatosan fogunk jönni újabb videósorozattal. Kövessétek a csatornánkat, hiszen rengeteg meglepetéssel készülünk nektek, és nagyon szépen köszönjük nektek a bizalmat, hogy ennyien néztek a csatornánkat. Minden kedves nézőnknek nagyon szépen köszönjük, akik eddig feliratkoztak a csatornánkra, hiszen ez egy nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, hogy újabbnál és újabbnál újabb videókat tudunk nektek készíteni a ti nagy örömötökre, és az pedig külön öröm, hogy tetszik is az, amit készítünk, és a rengeteg lájkot és kommentet is nagyon szépen köszönjük nektek, amelyet az utóbbi időben tettetek a videók alatt. Nagyon-nagyon jól esik ez a rengeteg pozitív visszajelzés, és hálásak vagyunk nektek ezért, és fogunk még csinálni hasonló ajándéksorsolásokat a csatornán, tehát kövessétek a csatornánkat, hogy ne maradjatok le egyetlen egy friss videónkról sem, és minden kedves nézőnknek nagyon sok szerencsét és szép nyereményeket kívánok a sorsjegyeken, és ne feledjétek, hogy a sorsjegyeknél van egy aranyszabály, amit jó betartani, illetve szem előtt tartani, a mértéket, hiszen tudhatjátok, hogy nem lehet minden sorsjeggyel nyerni, ezt észben kell tartani, és tudni kell tartani a mértéket, és hogy hol a határ, mi is tartjuk a határt, tehát tudhatjátok, hogy kaparunk sorsjegyeket, nem temérdek mennyiségűt, de azért szoktunk kaparni a csatornán videókban sorsjegyeket. Nektek is, ti is tartsátok szem előtt, hogy ugye nem minden sorsjeggyel lehet nyerni, tehát minden szerencse kérdése, hogy miben nyúl bele az ember, tehát óvatosan sorsjegyezzetek, hiszen lehet nagyon nagyot is nyerni a sorsjegyekkel, tud nagy örömet is okozni, viszont tud nagy szomorúságot is okozni, hogyha elveszítitek azt a hatalmas összeget, amit sorsjegyre költetek, tehát óvatosan sorsjegyezzetek, de amikor hatalmas nyereményt nyertek a sorsjegyen, akkor az pedig hatalmas örömet okozzon nektek, és mindig a játékélményért játszatok, nem másért, ne a mennyiségre menjetek, hanem mindig céltudatosan választotok sorsjegyet, de okosan, tehát a mértéket tartva. Ezt láthatjátok a Gigavirág Szerencse csatornán is, a közeljövőben is, illetve mindig ez fog lenni a fő mottónk. Ez a csatorna, a Gigavirág Szerencse csatorna nem arról híres, hogy avval büszkélkedik, hogy mennyit veszített az adott hónapban, illetve hónapokban, hanem arra büszke, hogy mennyit nyert, mennyi lett a nyereség. Hiszen amit nyerünk, tudhatjátok, azt forgatjuk vissza, nem többet és nem kevesebbet, hiszen a mértékletesség az nagyon fontos a sorsjegyezésnél. Továbbá elítélem azt, hogyha egy alkotó trágárul, illetve ocsmányul beszél a videóban, ezzel is lejáratva saját magát a nézői, illetve követői előtt. Erre szeretném azt szögezni, hogy ti sem szidjátok az adott társaságot, ahonnan veszitek a sorsjegyet, hiszen a sorsjegyek nyertességét, azt nem ők a felelősek azért, hogy veszítünk, vagy nyerünk-e. Egyedül mi döntésünk az, hogy miben nyúlunk bele, tehát a mi kezünkben van a döntés, hogy miben nyúlunk bele, melyik szériába. Tehát nem más kell szidni, hogyha bukunk az adott sorsjegyeken, vagy épp ellenkezőleg, hogyha nyerünk. Tehát a mi döntéseink ezek a sorsjegyeknek a kiválasztása, tehát nem mást okolunk, hogyha rosszul sül el a dolog, és elbukjuk az adott összeget, amit ráfordítottunk a sorsjegyekre. Tehát mi magunk vagyunk felelősek a sorsjegyek választásánál, és nem mást okolunk, hogyha nem nyer.
Tehát tudhatjátok, hogy Magyarországon egyetlen ZRT készíti ezeket a sorsjegyeket, méghozzá a Szerencsejáték ZRT, ő az egyedüli itt Magyarországon, és ők is arra hajtanak természetesen, hogy profitáljanak a sorsjegyek eladásából, tehát az a céljuk, hogy minél nagyobb nyereséggel zárjanak ők is, de természetesen a játékosoknak is jusson azért egy csipetnyi nyeremény, és természetesen azt mindig tudjuk, hogy a bank nyer, így szokták mondani, hogy a bank nyer, a játékos az pedig nagy vagy kisebb eséllyel fog nyerni, de a játékosnak is van esélye a nagy nyereményre, hiszen láthatjátok a csatornánkon, hogy azért már volt egy csomó-csomó nagy nyeremény, 50 ezres, 20 ezres, 10 ezres, 30 ezres, tehát azért van ebben nyeremény, tehát azt nem lehet mondani, hogy a játékos az rosszul járna, tehát én azt mondom, hogy ez így reális, hogy a játékos is nyer, és ők is nyernek, tehát ez így fair. Mi sem számoljuk ki sohasem nyilvánosan videóban, hogy mennyit profitál az adott társaság a sorsjegyek eladásából, illetve az, hogy mi mennyit nyerünk a sorsjegyeken, az mindenkinek a saját maga szíve joga, hogy mennyit nyer a sorsjegyeken. Egy a lényeg, hogy örömmel játszatok a sorsjegyekkel és a játékélményét, hiszen az nem játékélmény, hogyha csak a betűket keresitek meg az adott sorsjegyeken. Rengeteg csoportban látni, hogy csak a betűket kaparják le, és hogyha már különböznek, akkor már rögtön nem is kaparják le a sorsjegyet. Én azt mondom, hogy ha már az ember kiad egy sorsjegyet, mondjuk adott esetben most vegyük alapul a legdrágább sorsjegyet, az 5000 forintos sorsjegymániát, ne azért vegyétek meg, hogy csak a betűkódot vagy a beváltókódot kaparjátok le, hiszen az nem játékélmény. Az a játékélmény, amikor az elejétől a végig elkezditek kaparni, és jönnek sorban a nyeremények. És mindig azt mondom, hogy ez a módszer sokkal jobb, mint hogyha csak a betűket, illetve a beváltókódot kaparjátok le, hiszen hogyha már egyszer rááldozzátok a pénzt, akkor játékélménnyel játszatok a sorsjeggyel, hiszen azért adjátok ki a pénzt, hogy sorsjegyre, hogy játékélményt okozzon, illetve örömöt okozzon nektek, tehát ezt tartsátok szem elől. A sorsjegykaparás az egy játék, és soha ne szitkozódjatok, illetve ne beszéljetek csúnyán, hogyha nem nyertek, hiszen ez egy játék, és játékként kell felfogni az egészet, még akkor is, hogyha arra hajtatok, hogy minél nagyobbat nyerjetek, de játékként kell felfogni az egészet, hiszen másképp nem megy. Én ezt vallom. És most bemutatom nektek dióhéjban, hogy mennyire jókedvel is lehet sorsjegy videót rögzíteni. Ezt a pár jó pillanatot fogjátok látni ezekben a kis csipetnyi videó darabokban, és én is ezt kívánom nektek, hogy hasonlóan jókedvel és boldogsággal álljatok neki a sorsjegykaparásnak, és pozitívan, ez a legfontosabb a sorsjegykaparásnál, hogy pozitívan álljatok hozzá, hiszen ha pozitívan álltok hozzá a sorsjegyekhez, akkor nyerni fogtok, viszont hogyha bevonzátok a negatívot, akkor nem fog jönni a nyeremény. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy ennyien kommenteltetek, lájkoltatok, illetve feliratkoztatok a Giga Virág Szerencsi csatornánkra, és akkor most pedig vicsogjunk egy jót! Hát megint már...